Fekete László konkrét élmények birtokában érkezett a kisalföldi vagy Máriavölgyi zarándokút Kürt-Szőgyén szakaszt konkretizáló munkaértekezletre. Húsvétkor 7 napig volt úton. 130 kilométer gyalogolt a kitűzött célja megvalósításáért, amely ebben az esetben a Mátra-Verebélyi Szentkút volt. Mert hogy kitűzött cél kell annak, aki zarándokútra indul. Minimum 3 nap meg arra, hogy kiszakadjon civilizált életéből. Vigábor polgármester megbízásából nem csak, hogy feltérképezte Kürt-Szőgyén szakaszt, Szőgyén Bart mellett, de beterjesztette egy pályázati lehetőséget is. Bennünket azzal gondolattal, hogy a Volkswagen cég meghirdetett valami pályázatot. Na mostan, hogy mi ezt a pályázatot, hogy meg ki fogjuk-e használni, pedig nem. Szerintem nem annyira lényeges. A lényeges az, hogy valami már elinduljunk. Lehet, hogy ez lesz az első ilyen minta kis szakasz, ami alapján megcsinálják a többi szakaszt, ugye? Kürt-Szőgyén. Tehát valamilyen útmutatást ki kell gondolni. Azóta a Mária út felvidéki szakaszának kiépítésével megbízott Török András, a Via Marie Polgári Társulás elnökségi tagja már elkészítette az autógyár kiírására a pályamunkát. A templomtól templomig tartó 8,9 kilométeres szakasz tanösvényként mutatná be a térség faunáját és flóráját. A kulturális, keresztény, valamint a néphagyomány értékeinken túl az agrokultúra fontos termékeit is felvonultatná a Mária út bemutatása mellett. Felmerült olyan lehetőség is, hogy a régi zarándokút, ahol belép a nagy erdőbe, a Szent Anna szobor helyén fűzfakápolnát emelne a két település. Víg Gábor polgármester tájékoztatta Török Andrást és az őt elkísérő Kovács Tamást, hogy falunk már most is szállással, pihenőhelyjel tudja várni a Mária úti zarándokokat, és az útszakasz kialakításában, kitisztításában a szövetkezet is támogatásáról biztosította, amely a munkaértekezleten megbeszéltek alapján akár az idén meg is valósulhat. A Mária út tulajdonképpen egy kialakítás alatt álló Közép-Európán átívelő zarándok és turista út hálózat, melynek kelet-nyugati tengelye az ausztriai Máriaceltől az erdélyi Csíksomlyóig vezet, mintegy 1400 kilométeres távon, gyalogosan 60 nap alatt bejárható. A tavaly véglegesített észak-déli útvonallal Csesztohovától Medjugorjéig egy Közép-Európát átívelő keresztet kapunk. A Mária utat különböző leágazások egészítik ki, zarándok helyeket természeti vagy épített, valamint kulturális értékeket felvonultatva. Török András úgy fogalmazott, számunkra a legfontosabb a 250 kilométeres szakasz Máriavölgy és Mária Nostra között. Ez a regionális Mária út éppen bennünket szólít meg, hogy gyaloglás közben a természet közelségében ismerjük meg népünk világát, és a civilizációból, zajos világunkból kiszakadva meghalljuk saját hangunkat, esélyt kapva új felismerésekre, szemléletváltásra.